A liturgikus év első csütörtöki napján advent szent időszakában is összegyűltek Székesfehérvár hívei közös imádságra, az eukarisztia ünneplésére. A Szent Imre templomban a megyés püspök vezetésével imádkoztak egyházunkért, a papi hivatásokért, a családokért, a közösségekért és a 2020-as nemzetközi eukarisztikus kongresszusért. A főpásztort Dózsa István plébános püspöki vagyonkezelő köszöntötte, aki az imaórához kapcsolódóan elmondta, hónapról hónapra a város különböző templomaiba ugyanaz a cél hoz minket össze, mégis mindegyik templomnak megvan a saját lelkisége. Mindegyik templomnak megvan a saját karizmája, megvan a saját lelkülete, lelkisége, amelyre oda hívja a többi plébánia híveit is, hogy közösen megéljük azt, ami sajátos, és közösen megéljük azt, ami összetöbb bennünket. Spánya Antal püspök homíliájában advent időszakáról beszélt, amikor a keresztény kultúrában élő emberek elcsendesednek, készülnek szívükbe annak a Krisztusnak a befogadására, aki csendben lépett a világba. Advent van, emlékezünk arra a csöndre, amelyben a Isten megszólalt, a csöndre, amelyben Isten kimondta a maga fontos szavait, üzenetét, teremtő igényét, üdvösséget hirdető üzenetét, egyszülött fiát. A főpásztor arról is beszélt, minden embernek meg kell értenie, hogy komoly felelőssége van saját üdvösségért munkálkodni. Felelősséggel kell vállalnunk a keresztény értékrendet és kultúrát a mai világban. Vállalni kell jelszerepünket, küldetésünket. Nekünk feladatunk, hogy megmutassuk a világnak Istenre való odafigyelést, saját üdvösségünk munkálását. Hisszük, hogy a kenyér színe alatt te magad vagy itt, aki eljöttél hozzánk a szentmisében csendesen, a pap szavára, amikor a te hatalmad által a kenyér a tested, a bor a te véred lett, kezdte imádságát a főpásztor a szentmise utáni közös szentórában. Segíts bennünket, hogy igazán túl is megtudjunk, hogy megérjön a szentmise. Hogy járjunk úgy, mint az apostolok, akik hitetlenkedve félrefogadták a te hirtelen megjelenésedet, amikor a kenyér törésben megláttak téged, fölismertek, és megtelt a szívük örömmel, gazdagsággal, mindenkással. A közös imádság végén a főpásztor azért fohászkodott, hogy legyen hitünk felismerni az Úr érkezését. Adventben gondoljunk arra a találkozásra is, amikor majd Jézus újra eljön hatalommal és dicsőséggel, angyalai társaságában.